Tehát a mai alkalommal a karbonil vegyületek reakcióiról lesz szó, és akkor itt az ilyen kis részleteknél meg kell említeni mindenféle részletezés, csomó névvel jelölt reakció van ebben a tételben: hidridionvándorlás, kanizáró reakció, mervein, vittig, meg mindenféle nővenágely reakció, és különleges tekintetet kell ö, fordítani a szén, szén kötés kialakítására alkalmas reakciókra. Tehát kettes tétel szerves kémiában, Először akkor beszélgessünk kicsit a karbonil vegyületekről, ez minden olyan vegyület, ez egy vegyület család, amiben olyan vegyületek tartoznak, amelyben karbonil csoport található, az a szén és az oxigén kötése, amelynek a része egyébként maga az oxo csoport, ami a kettős kötés oxigén, és minden olyan vegyület, amelyben ilyen van, az karbonil vegyület, itt van benne a karbonil csoport, meg ott is, ez egy aldehid, meg egy keton, de ugyanúgy karbonil vegyületeknek számítanak a karbonsavak és a helyettesített karbonsavak azt lehet mondani, hogy a szén és az oxigén kötése az, az, ilyen kettős kötés, tehát van egy szigma kötés és egy pi kötés, és molekula orbitál elmélettel egy ilyen pi delokalizációt, vagy hát egy ilyen átfedést lehet ott képzelni a molekulában a szén és az oxigén között, egy pi pályát, ami merőleges a szigma kötése. A szénatom, mivel elektron negativitása nagy az oxigénnek, ezért a szénatom parciálisan pozitív töltésű, tehát nukleofil, vagy hát elektrofil, ő maga egy elektrofil, viszont nukleofilek támadhatják ezt a pozitív töltésű részt, elektronhiányos részt, tehát nukleofilekkel támadható, gazdag elektronokkal, borított elektronpályákkal. Hát itt vannak ilyen random dolgok, kötéshosszakról, kötésszögekről, ez függ a szubstituensektől, amelyek itt a szénatomon vannak, <kül> például hidrogén vagy oxigén esetében más, vagy metilcsoport esetén. Rövidebb a C kettős kötés oxigén, az rövidebb, mint a szén-szén kötés, szén-szén kettős kötés, és polárisabb, és határszerkezeti formákkal stabilizált rendszer, tehát fel lehet a határszerkezeti rezonancia szerkezeteket, vagy miket. <kül> Hogyan lehet létrehozni karbonil csoportot? Például alkoholokkal, oxidációval, aldehit keletkezik, az tovább lehet oxidálni, és akkor karbonsabbá alakul, ez mind karbonil vegyület, akkor lehet, lehet csinálni azt is, hogy mondjuk egy helyettesített karbonsavból mondjuk csinálunk egy, egy bárium szulfátra lecsapott platina katalizátorral hidrogén redukciót valósítunk meg, és akkor a helyettesített karbonsavakat aldehidekké, vagy hát aldehidekké lehet itt alakítani. Ketonokká nem igen, mert csak ide, ide történik egy hidrogén csere. Vagy egyébként lehet még másfajta módszer ugye a grignard reagens az az ilyen helyettesített karbonsavakat azonnal alkoholokká alakítja, viszont hogyha grignard reagenssel kadmium halogenidet reagáltunk, akkor kadmium organikus vegyületekhez jutunk, és a kadmium organikus vegyületek azok kevésbé reaktívak, mint a grignard reagens, ezért nem alkoholig végzik a kémiai reakciót, hanem ketonokat lehet előállítani belőle. És akkor meg is áll, tehát nem addicionál rá további R csoport, és nem lesz belőle egy tercier alkohol. Tehát ezekre ilyen oxo vegyületeket, meg ilyen <coughs> karbonil vegyületeket elő lehet állítani. Mondjuk ez is egy karbonil vegyület, de teljesen mindegy. És akkor térjünk rá az ilyen kérdésekre, mint hogy itt jön az, hogy még, még egyébként itt a karbonil vegyület reakcióinál, ezt csak később találtam meg, hogy ide még el lehet mondani csomó mindent. Tehát savkatalizált és báziskatalizált reakciókat lehet elképzelni. A savkatalizálás az olyan, hogy van valami <coughs> savas jellegű cucc, és akkor egy oxigént vagy egy hidrogént rárak az oxigénre, egy pozitív töltés lesz, akkor ez egy ilyen stabilabb hidrát alakul ki, és akkor <coughs> és akkor egy ketonnal, ugye, hogyha itt reagáltatjuk savval, meg mindennel, akkor kialakul ez a hidrát, és a végén, itt rá van kapcsolódva oda az oxigén, a víz így rákapcsolódik a savkatalízis miatt a, a szénatomra, a parciálisan pozitív töltésű szénatomra, és akkor, miután eliminálódik a a sav, ami kellett hozzá, ami katalizálta a reakciót, akkor egy ilyen geminális diolt lehet kapni. Ez egy savkatalízis, de báziskatalízis is megtörténhet, az másfajta. Ott van egy bázis, ami elvesz egy protont a víztől, akkor lesz egy ilyen konjugált sav, és egy hidroxilcsoport, a hidroxilcsoport csoport megtámadja a karbonil szenet, parciálisan pozitív, ez negatív, ez így vonzza egymást, oda megy, még kicsi stabilizálja is a bázis anion, kialakul egy ilyen furcsa szerkezet, ami azonnal ö, a bázis lehassadásával, meg egy proton át, átvándorlásával ide kialakítja ugyanazt a geminális diót, csak ilyen bázis katalitikus úton. Ilyenek vannak. Egy Emellett még az ilyen karbonil vegyületeknek vannak ilyen furcsa reakciói. Mondjuk például lehet haloform reakciót létrehozni, tehát itt van egy ilyen karbonil vegyület, amely egy ilyen halogénezett származék, és nagyon lugos közegben, karbon savra és halogénez haloformra ö, bomlik szét. Tehát oxidálódik a szénatom, meg, meg, ilyenek, ez a másik szénatom, ez lehasad, és akkor ott van a haloform, ilyen is van, enoloxotautoméria van, tehát át tud rende a, a, keton, meg a, az oxovegyület át tud rendeződni enol formára, itt, ebben a formában, itt van, tehát átrendeződhet tehát enol formába, és egy telítetlen, én, két kettős kötés van ott, amire általában meg szokott történni a brómaddíció, meg is történik, és akkor ezt így meg lehet csinálni, és alfa helyzetben halogénezni lehet az ilyen vegyületeket. Ezek még ilyen reakciók, és akkor a többi az már a névvel jelölt reakciókhoz megy. Na, például mindjárt Gatterman az nem is, tehát van még egy ilyen kis mellékreakció, hogy hogyan lehet még létrehozni a Gatterman kok aromás aldehideket lehet vele létrehozni, szén monoxiddal, meg sósavval, alumínium klorid katalizátor mellett már 20 fokon megvalósulhat az, hogy akár a toluorra rá, re, rá, lehet tolni egy aldehid csoportot, és akkor ilyen para, para metil benzaldehidet lehet kapni. Ez egy tök jó reakció, ezt érdemes észben tartani, mert tök hasznos, hogy egy ilyen fenil csoportot ilyen tök ártalmatlan vegyületté lehet alakítani, aminek jó illata lehet. Na akkor kezdjük a felsorolást, mert itt most reakciókat kell felsorolni. Az első dolog az a aldol kondenzáció. Aldol kondenzáció van egy aldehid, kettő darab aldehid kell hozzá, két aldehid. Az egyik aldehid azt csinálja, hogy alfa helyzetben, mivel az történik, hogy itt van egy elektron oxigén, az elszívja ezt az elektront innen. Ez egy pozitív töltésű, innen is elszívja az elektront, tehát az egyik ilyen, egy ilyen hidrogént, azt ott meg tudja lazítani. Ez itt meg van lazítva, mert el van szívva a csomó elektron, tehát ez itt fityeg, le is tud esni, le is esik, és akkor egy ilyen proton leadás, tehát ez egy CH-savként viselkedő molekula, leadta a protont, és akkor egy negatív anion alakult ki így módon. Ez az anion ez azonnal rátámad a nuk nukleofilként, mivel ez egy negatív töltés, ez egy nukleofil. Itt van egy nukleofil centrum, vagy egy ilyen pozitív töltésű centrum, ide rögtön rátapad, akkor a negatív töltés átvándorol az oxigénre. Tehát kialakul ez a... ez a vegyület, hogy OCH2. Tehát, um, há, tehát ide jött be ez a cucc. Tehát ez a kis rész, ez ide rákapcsolódott, az itt van, ez a része az, ami oda rákapcsolódott, és akkor a negatív töltés, az ezt a kötést itt felbontotta, és akkor ide áramlott az elektron, és akkor most itt összegyűjt egy ilyen kis kupac elektron, ezt ugye protonnal akár le is lehet blokkolni. Teljesen mindegy, összekapcsolódnak, és vízvesztéssel egy, ugye itt teljesen adott, hogy itt egy hidrogén, meg egy uh, OH csoport kivépjen, egy telítetlen kötés alakul ki, és akkor kész van. És akkor innentől kezdve ez már egy kondenzációs lépés, kis molekula távozott, és kialakult egy ilyen telítetlen oxavegyület. Ez az aldol dimerizáció, az aldol kondenzációt inkább arra szokták mondani, amikor nem, nem, két teljesen ugyanolyan vegyület alakul, vagy kapcsolódik össze, nem két teljesen eltérő. Itt van egy ilyen hosszabb ö, keton, meg egy aldehid, amin szintén egy bármilyen aldehid lehet. Tehát az R csoport az lényegtelen, és ez a kettő is ugyanilyen módszerrel össze tud kapcsolódni, és akkor ez az aldol kondenzáció. <kül> Ezért ez jó ha el van mondva. Nőven Ágel kondenzáció az itt van. Ez egy ilyen kis könnyű dolog. Van, van egy sima vegyület, egy keton, és akkor van egy olyan olyan vegyület, amely mondjuk egy dialdehid. És érdekes módon ez egy kicsit szívó csoport. Tehát ezt a kis szénatomot kicsit megszívja ez a két aldehid csoport. Emiatt ez a két darab hidrogén, ez mind fityegni fog, mert kevés elektron fogja rögzíteni őket a szénatomhoz ezért ez a két hidrogén, ez savas karakterű, tehát le, 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 tudnak esni, és le is esnek, ráadásul úgy esnek le, hogy ráragadnak közbe az oxigénre, tehát egy víz kilépésével rögtön összekapcsolódik ez a két szénatom. Ebben a formában lug hatására, tehát ez egy bázis katalizált reakció. Tehát kell valami kis lugat cseppenteni az oldatba. Ez ennyi. Ez ilyen egyszerű. Ezt ilyen másfajta elektronszívó csoportokkal is lehet helyettesíteni, tehát akár halogénekkel is meg lehet ezt csinálni. Tehát tök dolgokat lehet így összekapcsolni szén-szén kötés kialakítás történt, tehát ez tökéletes egy ilyen mint a reakciónak. Vittig reakció, ez is szén, szén kapcsolással történik. Itt van a vittig reakció. Létre kell hozni egy ilyen, ez egy trifenilfoszfin, létre kell hozni a trifenil foszfinból egy reaktív ilides formát, foszfor Ezt úgy lehet megtenni, hogy egy sima brómalkil brom, vegyülettel kell reagáltatni akkor egyszerűen ez megtörténik, egy ilyen kationos forma alakul ki a brómionnal, összekapcsolódik a foszfor ezzel a kis uh, alkenil csoporttal, tehát ez egy alkenil uh, ligandum itt a foszfor mellett. Kialakult ez a vegyület, ez már képes reagálni az oxavegyülettel, kialakul egy ilyen ciklo foszfor-ciklobután típusú kis szerkezeti részlet, tehát így összerendeződnek ilyen kis négyzet alakba, átalakulnak a kötések, és akkor egy foszfor oxid távozik, az egy nagyon jól távozó részecske, ráadásul ki is válik kristályos formában a reakció egyből, és akkor összekapcsolható ez a kis szén, és akkor itt telítetlen kötést lehet létrehozni, ilyen kettős kötés szén-szén között, vitig reakciókkal. És akkor bármi lehet persze itt az R -csoport. Ez is bázissal lehet, tehát bázis katalizált reakcióban jön létre ez az ilides szerkezet. Az ilides szerkezet egyébként az, amikor, ezt máshogy rajzoljuk fel, azt hiszem. Tehát azt például úgy lehet felrajzolni, hogy C, R2, ez egy ilyen pozitív töltést kap talán, ez pedig egy negatív töltést kap, és akkor p Ja, itt van akkor, igen, 3 PR3, és akkor talán egy ilyen egyes kötés van itt, és akkor vagy, vagy itt van a pozitív töltés, és ott a negatív, valahogy jelasztik, az az ivides szerkezet, ez pedig egy másfajta szerkezet, ez ilyen a rezonancia határszerkezet. Következő hidridion járó reakciók, például a kanizáró reakció. Kanizáró reakció az egy érdekes diszproporcionálódási reakció, az történik, hogy van egy aldehid, vagy hát igazából kétféle aldehid van, lehet egyébként az is, hogy a két aldehid csoport ugyanazon a molekulán van, ez egy ilyen intramolekulális reakció, és akkor az történik, hogy bázis hatására, tehát lúg hatására, az egyik aldehid oxidálódni fog karbonssal, a másik aldehid pedig redukálódni fog alkohollá. Színproporcionálódási lódási reakció, hidrido amely át a karbonil szénre. Ennek a konkrét mechanizmusát azt uh, nem írtam fel. De ha lúg történik, akkor az történik, hogy itt biztos leszakad egy proton. Vagy esetleg az történik, hogy egy uh, ez az OH csoport, ami negatív, kapcsolódni fog erre a parciálisan pozitív töltésű szénre, tehát kialakul egy ilyen forma, hogy O, és ide egy másik oxigén kapcsolódik, és akkor itt marad a H. Ez történik az egyik vegyülettel, ebből lesz majd a karbonsav lépések után. A másik vegyületnél pedig ott egy uh, hidridionvándorlás történik, szerintem. Hidrid, hát konkrétan hidridion vándorlás történik, hiszen erről szól az egész reakció. Egy hidrid, hidridion rákapcsolódik a karbonil szénre, kialakul megint egy ilyen O, rákapcsolódott a H, és akkor egy ilyen vegyület alakul ki, ez, ebből lesz az alkohol lépések után. Na és akkor ez megtörténhet így, és akkor, hogyha együtt van itt a két aldehid csoport, akkor az egyikből lesz karbonsav, a másikból alkohol. Hidridion vándorlással történő reakció, kanizáró reakció. Mehetünk a Mervein-Pondorf Oppenhauer reakcióra. Mervein-Pondorf reakció, ez egy alumínium alkoholát komplex, komplexen keresztül játszó, játszódik le az alumínium, egy elektron elektronszívó hatású elem, és akkor az történik, hogy van egy ilyen kész aldehid, vagy egy, mi a szar ez? Egy kész alumínium alkiloxid, mi a szar ez? Trialkiloxid alumínium, vagy nem tudom. Tehát ilyen, ilyen az oxigénatomok koordinálódtak egy ilyen alkoholnál, mert ez egy ilyen szekunder alkohol, azok szépen hozzákapcsolódtak az alkoholt. Na mindegy, így néz ki a vegyület tök jó. És akkor ez egy ilyen komplexet alakít ki ezzel, tehát itt is az, az oxigén koordinálódhat az alumíniumhoz, van ott koordinációs hely, és akkor az történik, hogy kicserélődik a kis cucc, itt a Mervein Pondorfban, itt is hidridion vándorlás történik valahol, de itt megint nem részleteztem nagyon a reakciókat, a végén leesik a, ez a egész, egész kötés itt leesik, és ez a hidrogén, ami itt van, ez hidridion formájában átvándorol erre a, az oxigénre, és kialakul egy tetszőleges szekundere alkohol. És keletkezik emellett uh, sima, sima aceton, ami visszaalakul, mármint, mint ami komplexet képezett az alumíniummal. Ja, hát vannak ilyenek, Euh, nitrogénnel is reagál, shift bázisokon keresztül szemikarbazolokat lehet előállítani, ez, ez, nem lényeges. Itt van a, ugye, ez, ez volt a Mervein Pondorf, ez két fajta, még itt a Mervein Pondorfnak van ez a kleizen Tiszenko típusú cucc, ez olyan, hogy egy észtereket lehet vele létrehozni ilyen alumíniumos bohóckodással. Ez nem olyan rossz. Tehát mely karbonil vegyületek fémhidridekkel való redukciója itt van, lítiumhidriddel lehet redukálni őket, akkor keletkezik belőle primer alkohol, magnéziumhidriddel is lehet reagáltatni őket, RMGX-el is lehet őket reagáltatni, de ez lényegtelen. Acetálokat képeznek, ez, ez, ilyen lényegtelen, ez ilyen karbonil csoportok reakciója. Acetálokat lehet velük létrehozni, félacetálokat, meg ketálokat, meg félketálokat. Így néznek ezek ki. Tehát ez megtörténik, tehát ennyi. Meg lítium hidriddel is lehet és akkor is ugye kialakul majd egy olyan, hogy a, ezek rámennek, és akkor ilyen alkoholos formában fognak, majd e, sav, vizes-savas főzéssel lemoshatók majd az alumíniumról, tehát egy ilyen szerkezet alakul majd ki, tehát hogyha ezek így rámennek az alumíniumra, akkor valamilyen szerkezet lesz, és akkor ezeket ilyen savas öblítéssel le lehet szakítani, és akkor alkohol formájában leszakadnak így. Ilyet lehet a litium hidriddel ez kb. ennyi, most egyébként nagyon hadarok, tehát ezt jó lassan is lehet mondani, de itt gyorsnak kell lenni, minél gyorsabban jobb, unpolung reakciók unpolung reakciók azok például a a arra kellenek, hogy például itt minden esetben parciálisan pozitív töltésű a szénatom de az tök jó lenne, ha tudnánk csinálni egy parciálisan negatív töltésű tehát negatív töltésű széna szénatomot tehát egy aniont, és ezt meg lehet csinálni unpolung reakcióval tehát itt van egy ilyen benzaldehid, amit két darab kell belőle, benzoin kondenzáció, ez a benzoin. Benzoin kondenzációt lehet létrehozni, hidrogén-cianiddal kell reagáltatni, a cianid rákapcsolódik, mint uh, cianidion. Ez egy nukleofil, rá tud kapcsolódni ide a nukleofil centrumra, mert ez parciálisan pozitív. Rákapcsolódik, rákapcsolódott. És akkor, mivel ez egy negatív töltést hozott magával, az rámegy a szénre. Itt uh, alkohol alkohollá, mivel ilyen mindenféle rezonancia határszerkezetet stabilizál ez a cianidion, mert az egy ilyen furcsa szerkezet. Hát valahogy itt rámegy a hidrogénatom erre a... <coughs> Vagy hát az nem is kell szerintem, várjál. Nem is kell, mert a hidrogén a hidrogénje megy rá erre a... az oxigénre, akkor itt semmi extra, és akkor marad egy negatív töltés itt a szénatomon mivel az oxigén is megkapta blokkoló hidrogényét, és akkor itt van, és ez már egy negatív töltésű cucc, és össze tud kapcsolódni a másik benzaldehidnek a parciálisan pozitív töltésű szénatomával, meg is teszi, és akkor ez történik benzoin és hidrogén szénid, az katalitikus mennyiségben kell, csak visszajön a reakció végén teljes mennyiségében. Ez ennyi unpolung reakcióját sokféleképpen lehet csinálni. A Grignard reagens is unpolung reakciókat hoz létre, mert a Grignard reagensben <tosz> <tosz> Ez itt egy negatív szén. Ez is negatív, ez pedig kétszer sem pozitív. Tehát ez is egy ilyen umpolungolt szénatom. Hát ilyeneket kell csinálni, és akkor így a pozitív-negatívat kell összenyomni. Na, és akkor még van itt valami unpólunk, benzoinkondenzáció megvolt, alfa helyzetben lejátszódó szubstitúciós reakciók, az már volt az elején ilyen brómozás, meg ilyen szarok, malonészter szintézis és acet ecet észter alkilezése és további reakciói. Malonészter szintézis, itt van a malonészter, malonsavnak a etilésztere, lazít ez elektronszívó csoport mind a kettő, tehát rohadtul fityegő hidrogéneket találunk középen, ami bázis hatására, ez lehet gyenge bázis is, mint valami, valami a amin, mondjuk valami szekunderamin, de lehet valami komoly, mondjuk euh, litium lida, vagy mondjuk ja, lida is lehet. Az egy nagyon erős nagyon erős bázis, ez mindent, mindent lesz, ez egy rohadt erős bázis. Mindegy, valami bázis kell, és akkor deprotonálódik ez a szénatom, ch savként viselkedik, és egy Rx vegyület rákapcsolódik, tehát a parciálisan pozitív szénatom, itt is negatív lett ott a szénatom, itt van egy parciálisan pozitív mondjuk egy alkilhalogenid, halogenid, és a szénatom rákapcsolódik a negatív, ami pozitív, itt az alkil, vagy a halogén csoport szívó ereje miatt ez parciálisan pozitív, a szénatom benne, az rákapcsolódik a negatív szénre, és R csoport oda megy. Ezt kétszer meg lehet csinálni, mert itt van egy másik hidrogén, azzal is el lehet játszani ezt a játékot, és akkor mind a két hidrogén lecserélhető itt a malonészter szintézisnek ott bent. Azt, hogy miért hívják ezt malon szintézisnek, amikor ez maga itt egy észter, és ez már az észternek egy tovább alakítása, az más kérdés, de hát ez malonsabbat csak etanollal kell reagáltatni, hogy ez létrejöjjön. Csá! Ennyi. Létrejött. Van ennek egy ilyen másfajta alkalmazás az acet-ecet-észter szintézisnél, ugyanez a szituáció, két rohadtul elektronszívó oxa csoport az itt lévő két hidrogént lazítgatja, és akkor megint csak lúg hatására, ez már egy erősebb ö, bázis, tehát ez egy nátriumalkoholát, ez már tényleg erősebb bázis, nem olyan erős, mint a lidekor, azért erősebb, mint az ammónia bőven, le tudja szedni, Nehezebb, erősebb bázis is kell, mert ezeket nehezebb leszedni, de le tudja szedni, és akkor a kil halogenidodra rá tud menni. Ezt kétszer is meg lehet csinálni. Lúg feleslegben pedig egyszerűen mégiscsak az történik, hogy itt a másik hidrogének fognak leszakadni. Tehát nagyon sok lúg hatására főzve, akkor ez történik, hogy a, ott a másik alfa szénatomon fog érvényesülni a buli. Hát, és akkor itt van még egyszer, akkor kiegészítésképpen az ilyen egyéb reakciók, mint a alfa helyzet halogén, itt van az alfa helyzetű szénatom, és ott a halogén. Na hát ennyi volt ez a tétel, nagyon gyorsan mondtam, még talán vannak itt ilyen hiányok, de tök jó lenne, hogyha ezt ennyiből el lehetne intézni, talán ha lassabban mondom, akkor még tartalmasabbnak tűnik ez a rövid ketétel. Na, ennyi volt, Cse!